Bankszövetség, Zurigó megjelent 2006. januárjában a Bankszövetségnek egy állásfoglalása arról, hogy vajon mennyire veszélyesek a devizahitelesek. Hát nézzük meg, én megkérném mondjuk Ficit, hogy olvassa fel ezt a cikket, és kíváncsi vagyok rá, hogy szemrebbenés nélkül meg tudja eltenni. Én azért, hogy mielőtt a szemed rebbenne, adok egy védőszemüveget hozzá. Én azt gondolom, igen. Mert ugye is nagyon veszélyes dolgot művelt akkor a Bankszövetség, azt mondta, hogy nyugodtan vegyétek fel, mindjárt megnézzük, hallgassátok meg, hogy miről is szól ez a cikk. Ebben a mikrofonban, egy dupla mikrofonban kell mondani. Igen, hangosan. Elég apró betűs, olyan, mint a szerződésekben szoktak alkalmazni apró betű, de azért megpróbálom elolvasni. Tehát a Magyar Bankszövetség szerint ugyanis az euró árfolyama két éven belül várhatóan nem közelíti meg a 270-275 forintot, ahol a devizahitelek kamat előnye megszűnik a forint hitelekhez képest. Mivel a devizahitelek túlnyomó többsége hosszabb lejáratú hitel, a néhány napos, nagyobb át... Hát nem sikerült! Nem sikerült! Szemrebbenés hát nélkül! Ezt bemutam, de... Hali! Tehát szemrebbenés nélkül mindjárt puszítodunk, nem sikerült felolvasni a sok hazugságot. Eldurrant! Eldurrant! Most is, látom, a biztonsági őrök is kicsit vörösödnek. Remek, persze, azt hitték, hogy durrant. Így tud bármi durranni, mert ha valaki akarja még kipróbálni, hogy fel tudja olvasni szemrebbenés nélkül. Föl tudjuk ajánlani, akinek sikerülne ez, akkor azt egy cseresznye szár tejára itt meghívnék, itt a sátor alatt főzők. Kizárólag magyar alapanyagokból készül. Ebben a szempontból nagyon hasonlít a magyar devizahitel tervékhez, ugye? Mert azt tudjuk, hogy az is kizárólag magyar alapanyagból készült, ezt ugye jogerősen az OTP-vel szemben meg is állapította a bíróság, hogy például a kezelési költséget, ami ugye kizárólag forint forrást vett igénybe a bank részéről, teljesen szabályt, tehát teljesen tisztességtelenül számította, számolta el svájci frankban az OTP. Na most egy kísérletet szeretnék itt a sátor alatt bemutatni, hogy az ukrán-orosz gázválság alatt, amikor nem lesz gáz, hogyan lehet, ja, és esetleg pénzünk már nem lesz a teafű meg a kávé megvásárlására sem, hogyan lehet mégis finom teát főzni, kizárólag magyar alapanyagokból. Ehhez egy a két világháború között előállított és alkohollal, tehát akár pálinkával is működő gyorsfőzőt fogok használni, és a mostan megy és cseresznye szüret alkalmával, tudjátok, hogy nagyon hasznos a cseresznye szár, mindenféle húgyoti fertőzésekre, de hörkurut esetén is. Üveggombára, nem? Harod sajnos, nem? Bankok ellen? Bankok ellen megfelelő mennyiségben, ha össze tudsz gyűjteni, akkor természetesen igen. És a cukrot nem tudom, hogy az magyar-e, lehet, hogy ez az egyetlen gyenge pontja, mert ugye tudjuk, hogy a magyar cukorgyárakat sikerült privatizálni, de az összes, törekedtünk arra, hogy kizárólag magyar alapanyagok felhasználásával egy finom teát készítsünk el. Tehát még egyszer az ajánlatom az lenne, aki szemrebbenés nélkül föl tudja olvasni ezeket, most már tudjuk, hogy szemedszenet hazugságokat, akkor azt meghívom egy finom teára. Akkor nem tudom a teára. Igen, úgy látom, hogy nagyon sokan nem jelentkeznek. Köszönjük szépen, a kísérlet működött. Szemrebbenés nélkül ezt a sok mocskot nem lehet felolvasni. A bankok hazudnak, a lufi kipukkan, a romba, a bomba pedig füstöl. És ugye nagyon jó helyen vagyunk ehhez, itt egyszer már robbant is. Ne várjuk meg, hogy újban robbanjon. Azonnal tenni kell valamit, ma már fideszesek plakátoltak bankokat, fideszes pólóban, fideszes aktivisták, hiszen tudjuk azt, hogyha a jelenlegi kormány felhatalmazásánál fogva meg tudja oldani, már pedig meg tudná, leállítja azonnal a végrehajtásokat, végrehajtások leállítása után eltörli a devizahiteleket, kártalanítja az embereket,
és a felelősöket börtönbe csukja, akkor ez az ügy megvan oldva. És akkor most pedig köszöntjük Cecáékat, ők még messzebbről jöttek, Zalaegerszegből. Két napja vannak útban, lehet, hogy gyalog jöttek. De ezt elverjük a bankon. És elverik. Vigyázzanak a biztonsági őrök, itt van két harcos Zalaegerszegről. A kis harcos meg a nagy harcos. Kis harcos és nagy harcos. Viszont Zalaegerszegen szerintem a bankok most örülnek. Nincsenek Zalaegerszeg, péntek van. A bankok fekete napja Zalaegerszegen most. Nem olyan fekete, itt vannak. Lehet, hogy már telefonáltak is egyébként, hogy Zalaegerszegen nem volt bankellenes akció, úgyhogy biztos Pestre mentek. Mert itt is vagytok, nagyon örülünk nektek. Nézzük meg, hogy miket hoztatok nekünk. Lea, ez egy asztalterítő, viaszos vászon jellegű, asztalterítő, és ami nagyon jó, hogy esőben is használható demonstrációs eszköz. Lea korrupt politikával, bankrendszerrel, követeljük a csalók által kitalicskázott milliárdok visszahozatalát, magyar munkahelyek létrehozására, nyugtalan megélhetés, jogot a megélhetéshez, érdemi munkához, hazánkért. Tehát Zalaegerszegen ezek. Igen? Nagyon jó, örülök neki, hogy ezt elmondja, akár utadom a mikrofont is. Úgyhogy tessék, én nekem a Fidesz, engem nem érdekel, ha még a börtönbe is szállnak 60 évesen, nekem a Fidesz annyi, mint semmi. Nekem nem segít rajtam. A mikorosztálybelünkkel nem segít. Nyomorba visz bennünket, munkalehetőséget nem biztosít. Munka jövedelempótlón élünk. 22 ezer elveszik a lakását az emberek, éhehal. Kérdezze meg a Fidesz, ott van Viktor Kár, mekkorára akarnék hízni. Szeretném tőle megfizetni személyen. A Cinege út ötben tud vele találkozni. Ott nyugodtan, mi már voltunk ott néhány szannála. Ott Cinege út 5-ben és a 17-ben van a másik kijárata. Ha sokat jár velünk, akkor előbb-utóbb újból találkozhat. Ott találkozni, mert én szeretem tőle neki, én dolgozni akarok, adjon nekem munkát. És ahol még tud vele találkozni, általában a parlament déli kapujánál menekítik ki. Tehát ott lehet, ez egy ilyen hangos bemondót, és ott lehet hazaárulózni, minden további nélkül. Ha megtenném ezt 1 milliárd valahány százforintot a lottón, a éhező gyerekeknek, pedig én is szegény vagyok, éhező gyerekeknek szétoztam. Ez egy tapsot érdemel mindenképpen, köszönjük szépen a hozzászólását, teljesen igaza van, kicsit többet mozogjon ilyen körökben, és akkor nyilván ezért tenni is tud, akár jöjjön itt velünk, vagy tartson velünk egész nap. Nagyon jó. De most már tudtam, hogy elkaptam egy kis megkönnyebbültem. Légy szépen, hogy szórólapot adjál jó belőle. Sajnos nem élek rá, mert... Már is adunk egy szórólapot, ahol az elérhetőségünk megvan, ott nézze meg, és ahol demonstrálunk, oda szívesen látjuk önt is természetesen. Azért, hogy itt a lakosság vagy a járókelők szimpátiáját is élvezzük, az a kérésem közben, hogy van itt egy rakás szórólap, azt egyszerűen majd osztogassátok az itt járókelőknek, illetve aki érdeklődik majd a
dolgok iránt, jó, ebből adok nektek. Jó, és akkor itt el tudnak minket érni, aki érdeklődik azután, hogy mégis mit szeretnénk elérni, illetve